egy olyan városrész, ahova ugye kiszorultak főleg azok az emberek, akik mind a gazdasági recesszió válság hatására már nem tudták fizetni azt az életszínvonalat, nem tudták megtartani azt az életszínvonalat, amit ugye a belváros nyújtott és megkövetelt. És ezért ugye ide kiköltöztek, itt többnyire már hétvégi házak kezdenek voltak, és ugye itt ezekbe költöztek ki ezek az emberek, viszont a városi, tehát a belvárosi cigányságot is kiköltöztették ide, és itt ez okoz problémát. Ugye érdekes, hogy itt a polgári környezetben már megjelennek az ilyen tipikus lepusztított, lecsupaszított házak, ahol látszik, hogy a nyilázárókat is kiszerelték, és ami mozdítható, azt elvitték, meg ami nem, azt is. Hozzá közel pedig ilyen abszolút polgári 12 házja. Igen, itt a vendéglátónk. Itt vagyunk rá Debrecennek egy külső részén, ahol nagyon megváltozott az elmúlt években az élet. Elmondaná Zsolt, hogy mi történt és hogyan változott az élet? Ezelőtt 8-10 éve kezdődött ez az egész, mikor kedves polgármesterünk Kósa úr elkezdte a belvárosból kifele telepíteni a roma lakosságot, mert bent a belvárosba szúrta a szemüket, meg a nagy beruházásoknak helyt kellett adni, és ide próbálta őket úgymond kitelepíteni. Kaptak lakást, meg amit eladtak, azok annak árából itt vásároltak kerteket, és itt próbálnak több-kevesebb sikerrel beilleszkedni, hát inkább kevesebb sikerrel. Hogy változott meg az élet, a mindennapok? Mi lett más, amióta a mozgalom elindult? A hangoskodás, állandó betörések, csoportosan vonulnak, próbálnak minél több embert megfélemlíteni kiabálásokkal. Hogyan zajlik egy ilyen megfélemlítő vonulás? Hogy kell ezt elképzelni, hát, egy budapesti embernek, aki ennél nem találkozik, legalábbis a belterületen? Hangosan kiabálnak, veszekednek, hogy hallják, hogy ott vannak, és akkor sok magyar meg nem igazán mer hozzájuk szólni. Félnek a magyarok? Igen. Uh-huh. Tehát mondjuk hogy kell ezt elkezdeni, hogy megy valaki a közérbe vásárolni, és akkor szembe jön vele egy ilyen kis csapat, hát, és akkor mi történik? Fényes nappal még nincs is sok probléma, inkább sötétedés után, akkor szokott előfordulni, hogy belekötnek az emberbe. Szomszédasszonytól hallottam, hogy este követték, hogy megijedjen, kutyákat, ami pénzért lehet tenni, azt ellopják, ahova be akarnak törni, akkor nagy kutya van, azt előtte két. Onnan tudjuk, hogyha 2-3 nappal előtte lemérgezik a kutyákat, akkor onnan tudjuk, hogy 2-3 nap múlva be fognak oda törni. Hány ilyen konkrét eset volt, ahol lemérgezték a kutyát, és utána betörte? Hát, konkrét eset itt környéken elég sok, és szinte körbe. Én nálam még lekupogom, egyszer nem voltak bent, de én mikor ide kerültünk, ide költöztünk, akkor nézegettek befelé az udvarra, hogy mik vannak. Én egyenesen megmondtam nekik, hogy ha valaki ide beteszi a lábát, kereszteződésen túl az összes családdal probléma lesz. De én nálam még hál' Istennek nem voltak. A szomszéd, a hátsó szomszédomtól tyúkot, tüzelőanyagot loptak, szembe szomszédomtól tyúkot, tojást, meg amit előszobában, amit mozdítható volt. Szóval szilveszterezni, szentestézni, máshova nem nagyon szokott elmenni az ember, úgyhogy magára hagyja a házat. Befolyásolja a döntéseiket, mondjuk munkával kapcsolatban, elutazással, és a többi, hát, hogy őrizni kell a házat? Hát őrizni kell, mert hogyha jó, még kicsi a gyerek, még hosszabb időre nem mertük itt hagyni a házat, de éjszakára egyáltalán nem. Szóval egyáltalán nem merjük meg, hogyha úgy is döntünk, hogy elmegyünk 2-3-4 napra nyaralni, akkor úgy is csak úgy tudnánk elmenni, hogy vagy családon belül megoldjuk, hogy valaki itt aludjon. Uh-huh. Tehát nem lehet éjszakára nézetlenül hagyni a házat, mert akkor mi történik? Hát akkor hát kirabolják. Uh-huh. Kifigyelik, hogy nincs mozgás,
este nem világít a lámpa. Feljelentéseket tettek az emberek a lopásokért, betörésekért? Folyamatosan tesznek feljelentést, folyamatosan azt a levelet kapják, hogy nyomozást lezárták, ismeretlen tettes. És jönnek ki rendőrök nyomozati cselekményeket végezni? Helyszíni szemlét, nyomokat rögzíteni? Szoktak nyomokat rögzíteni, meg jönnek ki helyszínelni, de nem sok sikerrel. De abban a pillanatban nem tud jönni. Van olyan, hogy még frissen beszólnak, és még forró nyomó lehet üldözni, és nem jönnek? Tavaly télen volt, hogy kinéztem este 11 órakor az ablakon, és a szembe szomszédba, akkor ugráltak befele a cigányok. Kihívtam őket, jó, akkor nagyon korrektek voltak, mert 3-4 percen belül 3 rendőrautó is megjelent, de nem tudták őket elkapni, mert kerteken keresztül elmenekültek. Tart nekünk egy kis idegenvezetést? Megnéznénk akkor ezt az ingatlant is, ott elmesélnék közvetlenül, hogy mi történt, és esetleg ha van más olyan mutatnivaló a környéken, amiben lehet aláfesteni, hogy mi is történik, akkor azt megnéznénk. Jó? Köszönöm szépen! Itt ezen a kis részen is sok mesélnivaló van, úgymond a cigány-magyar együttélésről. Tehát itt van mögöttünk ez a kis ház, ami, hogyha jól értem, egy normális állapotban lévő házikó volt, és akkor igen, mi történt? Hogy vált ilyenné? Hát az, hogy Hajdúhatházról, akik ide kerültek, beköltöztek 10-12-en, és ez lett az eredménye, hogy miután a rendőrség felszólította őket, hogy hagyják el a házat, ilyen állapotban hagyták itt, hogy... Lezették a tetejét. Tetőt, ajtót, ablakot kiszedték. Az nyilván eltüzelték, gondolom. Hát igen, meg látszik, hogy a rengeteg gyümölcs ki van vágva mind a két telken, azzal fűtöttek. De hogy kerültek ide? Mert ugye, ha jól értem, ez nem az ő tulajdonuk, ez hát a ház. Nem az ő tulajdonuk, Hajdúhatházról. Vagy elkergették őket, és úgy kerültek ide. Tehát önkényesen elfoglalták valaki másnak a házát, ha jól értem, aki máshol lakott. Igen, tehát... hát ő vidéken lakik, Hajdúbagoson. És akkor fogták magukat, beköltöztek. Milyen volt itt az élet, amíg itt éltek? Hát héten 3-4-5-ször ki kellett hívni a rendőrséget, mert körbe rabolták a környéket, kiabáltak, veszekedtek, törtek, zúztak. Mire a rendőrség végre eltávolította őket a másnak a házából? Akkor volt, hogy héten 2-3-szor kijött a mentő, mert állandóan a drogfogyasztás volt, drogoztak, utána... Az igaz, hogy kereskednek is droggal most ezek a különböző kisebbségi és nem kisebbségi szervezetben? Mondanám úgy, hogy nagyon sokan benne vannak, meg ilyen nagyobb, ilyen kisebb csoportok belekényszerítik őket. De ugyanúgy van itt a leánykereskedelem is, ugyanitt a itt pacon is. Hogy kényszerítik bele? Tehát a drogozásba kényszerítik bele? Hát a drogozásba nem, mert az mindenki saját maga szívja, vagy lövi magát. Nem nagyon lehet belekényszeríteni valakit. Árulják. Nincs munkájuk, kell egy kis pénz, mellékes, árulják. És akkor drogkereskedelemből élnek. Na hát térjünk vissza ide, tehát itt ugye lecsupaszították a házat, az önmagáért beszél, és gyümölcsfák voltak ugye itt mind a két. És azt kivágták tüzelőnek. Igen. Ugye, amit mesélnek más pontjain is az országnak, hogy általában derékmagasságban, mert úgy kényelmes elvágni, akkor nem a derékmagasságot azt azért szokták, hogy így vágják a fát, és akkor jobban körül lehet nézni, hogy látja őket valami. Nem azért, mert kényelmes, hanem úgy jobban körül tudnak nézni. De itt alaposak voltak, mert hát látom, itt hogy alaposak, itt egészen. Persze. Talán a kamerával is tudjuk mutatni azokat a szomorú kis csonkjait az egykori gyümölcsfáknak itt végig a kertben. Valamit még akart mondani, Zsolt, igen, ezzel kapcsolatban. A szomszédház az is egy érdekes dolog volt, mert itt egy beteg, beszámíthatatlan gyámság alatt lévő asszony lakott. És a cigányok megkörnyékezték, próbáltak vele összebarátkozni, és addig-addig barátkoztak, még aláírattattak vele egy papírt, hogy tartozik pénzzel. Miután... Nem is kis összeggel, hát elég nagy összeg, 1 vagy 1,5 millió forintról volt szó, de mivel, hogy ő ezt aláírta, kirakták a házból. Mondjuk biztos nem volt gyámság alatt, mert akkor a gyámnak az engedélye is kellett volna, tehát hogy lehet, hogy csak valamilyen határeset. Hát
De jó, viszont szegény. A cigányok a házat nem iratták magukra. Ugyanúgy még az asszonyé, meg a volt férjé a ház. Uh-huh. És csak ezt is, hogyha a törvényességét nézik, ez is önkényes lakásfoglalás. Tehát beköltöztek a házába, mondván, hogy tartozik egy 1,5 millió forinttal. Amit aláírt, jól értem? Igen. Tehát aláírtak vele egy tartozáselismerés, hogy 1,5 millió forintot kért tőlük kölcsön, mivel nem tudta megadni, tekintettel, hogy nem is kért kölcsön, beköltöztek a házába. Hát őt meg elzavarták, és azóta hajléktalan. Tehát ő már itt sem lakhat egyáltalán a saját házában. Na most gondolom, hogyha a nézők néznek bennünket, nézik ezeket a borzalmakat, akkor arra gondolnak, arra is gondolnak, hát a nagy felháborodás mellett. Egyrészt, hogy a hatóságok mit csinálnak, mondjuk itt viszonylag úgymond szerencsés volt a helyzet, hogy legalább, mikorra már ilyen állapotban volt a ház, legalább kitették őket, de hogy mit csinál a lakosság. Na most ön egy jó példa arra, hogy azért valamit igenis lehet tenni, kézbe lehet venni egy kicsit a dolgokat, a közösségnek a helyzetét, mert ön mit csinált, amikor megelégelte ezt az egész borzalmat, amit körülveszi a lakóhelyén? Nem féltem kihívni a rendőrséget, mert én ugyanúgy kiálltam a cigány elé, hogy vagy abba hagyjátok, vagy nagyobb probléma lesz, mert ők is össze tudnak jönni 10-20-an, mi is össze tudunk jönni 150-200-an is, hogyha olyan nagy probléma lenne. És ezt úgy, ahogy megértették, és próbálják elfogadni. Mi a helyzet a polgárőrséggel, és hogy ön ha jól tudom, tagja valamelyik polgárőrszervezetnek? Régebben tagja voltam az OPSS polgárőrségnek, volt saját polgárőrcsoportunk, de azt fel kellett számolni, mert egy másik külsőségi polgárőrcsoportnak a szemét szúrta, hogy mi túl sokat járőrözünk, és ők azt mondták, hogy ők civilben járőröznek, azért nem látja őket senki. Viszont az, hogy otthonról elmennek a boltig, meg a kocsmáig, az nem járőrözés. Mi vettük a fáradtságot, annak idején hónapokon keresztül éjszaka járőröztünk, különböző időpontokban, rendőrséggel együttműködve, nem volt semmi probléma. Utána már a önkormányzattal is együttműködési engedélyt kellett volna kérnünk, ezt már a képviselő, aki itt volt fideszes képviselő, az már nem járult hozzá, és akkor felszámoltuk a csoportot. Utána vettem fel a kapcsolatot a Szebb Jövő Polgárőr Egyesülettel, meg a Magyar Gárdával, és velük karöltve voltunk Hajdúhatházon is, meg voltak itt kint a fiúk. Több-kevesebb sikerrel, végül is a egyenruhától attól nagyon félnek. Úgy különösen elrettentő ereje nem volt, főleg azért, mert ők is nézik a tévét, tudják, hogy minket jobban üldöznek, mint a cigányokat. És magyarok, cigányok egyaránt lopják a fát? Mindenki. És az önkormányzat segít valamit így a téli időszakban? Hát nincs semmi. Hát nincs semmi. Nincs a lehetőség, hogy valami munkát végez az ember, és akkor adnak tüzelőt, vagy hogy saját maga vágja, vagy ilyesmi. De nekem is 3 kiskorú van otthon. Jó, hogy nálunk benn van a gáz. És a nejem ment ilyen kis támogatást kérni, hogy valamennyi váljanak a gázszámlához, és semmivel se. Uh-huh. Semmivel. És munka lehetősége? Hát hála jó Istennek, nekem van. Még az a jó. Hol van munkája? Hát én ilyen kisebb vállalkozó vagyok. És mire vállalkozok? Én mire vállalkozok? 3 családomra. Na de hogy milyen területen van a vállalkozás? Kérdés vagyok amúgy, de... Ott is kevés munka van most, ugye? Hát most nem nagyon építkeznek az emberek. Most tér van. De hát akad, hála Isten, mindig valami. Ennek a háznak mi a története? Itt speciál halom magyarok élnek.
magyar házaspár lakik egy pici gyerekkel. Nagyon pici pénzből, mint ami tükrözi a ház is. Szegényes körülmények között ugye télen láthatóan egy ilyen egy faházban élnek, de mondjuk a kert azért rendezett, meg igen, emberi állapotok vannak. Tehát mondjuk a szegénység az nem feltétlenül az igénytelenséggel jár együtt. A szemétlerakással kapcsolatban is van kialakult módszered, hogy hogy hát szoktál? Hát a szemétkupacokat az, hogy ami hozzánk közel van, felveszek egy gumikesztyűt, szétszedem a szemetet, megpróbálok keresni benne valami nevet, lakcímet, és az alapján beazonosítani, hogy kik hordják oda. Elsétálok hozzájuk, felszólítom, hogy amennyiben nem szedik össze a szemetet 2-3 napon belül, akkor megyek jegyzőhöz, és megteszem a feljelentést. Leszoktam fotózni a szemetet, hogyha találok papírcédulát benne, leszoktam azt is külön fotózni, hogy bizonyíték megmaradjon. Hál' Istennek eddig, akiket én felszólítottam, eddig összeszedték, mert nem akartak eljárást. Igaz, hogy nagy duzzogva, de összeszedték. A rendőrségnek hiába szóltam, ők mondták, hogy ők csak tettenérésnél tudnak bármit is tenni, mikor lerakják a szemetet. Pedig a te módszeredet lehetne szabadalmaztatni, persze, nem? Tehát gondolom, hogy ezt meg tudnák a hatóságok is az adófizetők pénzén csinálni. Nagyon sokan csinálják. Nagyon sokan csinálják. Nem biztos, hogy feltétlenül a lakosoknak kell gumikesztyűben, ugye a szemétben turkálni, hanem megvannak a megfelelő hatóságok, akiknek ez a kötelességük lenne. Hát az AKSD is itt Debrecenben volt egy időszak, mikor ők is nézték a szemetet, de hát, szerintem ők is belefáradtak, mert kint a buszfordulóban van egy szelektív hulladékgyűjtő, ami rendszeresen vastagon körbe van rakva szeméttel. Vastagon. Mondtam, hogy megpróbálom lekamerázni, hogy mikor kirakják a szemetet, meg úgy, hogy az ember az rendesen látszódjon, elviszem az AKSD-hez a videófelvételt, és ők majd benyújtják a rendőrség irányába. Mert a úgymond OPSS polgárőrség, aki járőrözhetne, az nem, neki nem szívügye az, hogy maradjon erdő, ne rakják le a szemetet. Ők el vannak, jól megvannak, az OPSS-től megkapják a támogatást. Az országos polgárőrszövetségtől, igaz? Ők megkapják a támogatást. Tehát ők az hivatalos polgárőrök, hát, szemben azokkal, akiket a hatalom egyenruhás bűnözőknek nevez. Igen. Mert hogy túl sokat akarnak, meg akarják őrizni az erdőt, meg akarják őrizni hát esetleg minden, a magyarok méltóságát. Ők inkább csak a saját kis befolyó támogatásokat akarják megőrizni, nem az, amit kellene. Uh-huh. Hasonló helyzet van Debrecennek több város részében is, ilyen például Bicó István, Bajk András kertei része, Gáspár György Méhészföld, és Gáspár György kerten ugye nekünk a Salakos utcában egy házunk, hasonló volt vele a helyzet, mint ami például itt is Pacon tapasztaltunk. Egyszerűen a házból, ugye a kerti házból tokostól elvitték, az ablakot kiszedték, kertkaput fémből volt, vasból volt, elvitték, a pinceajtón ilyen régi bunkerajtó volt, konkrétan egy fával, egy teljes comb vastagságú fával kifeszítették az ajtót, egy 40x50 centis ablakon bebújtak, téglát kibontották, mindent, ami mozdítható volt, elvittek. Legutóbb az történt, hogy édesapám kiment és annyit tapasztalt, hogy az összes elektromos vezetéket a házból rendesen kiválisték, tehát kibontották a falból. Nekik az 3000 forint érték, nekünk 80000 forint kár, ugye? Tehát itt ilyen problémák vannak, és ez mindennapos azon a környéken is, úgy, mint Debrecennek jó néhány ilyen külső területén. És rendőrség, vagy hatóságok? Rendőrség, amikor kihívtuk, hogy megtörtént a betörés, és ezt láttuk, mert ugye egy ottan, tehát a rokonom, nagybátyám, aki ott él, ő szólt, hogy ezt látta aznap, még előző nap járt arra, akkor még nem történt semmi. Másnap szólt, hogy menjünk ki, mert volt betörés, kihívtuk a rendőrt, 4-5 óra múlva a kertségi rendőrös megérkezett, természetesen nem történt semmi, megnézték, nyugtázták, csináltak 2 fotót, majd érkezett fél év múlva egy levél, hogy nem tudnak elindulni, a nyomon sem erre, így van. És
És például egy ilyen helyen, ahol ti vagytok, ott nem szervezik meg az emberek azt, hogy figyeljék egymásnak az ingatlanát. Ott vagy... például már lassan túlsúlyba kerül, tehát az, aki ezeket elköveti, azzal szemben, aki ezeket elszenvedi. Tehát ott már egy ideje feladták az emberek a reményt, minden második házba folyamatos, ami még ott van hagyva a betörés, tehát gyakorlatilag lehetetlen az embereknek ott a helyzete. Ott van mellette egy faiskola pont, hát konkrétan a faiskolában, ugye mindig őriztetni kell, de hát ugye a faiskola, ahol ugye mi nekünk is van egy részünk, ott az összes tulajdonosnak a bódiát, mindent, ami mozdítható, tehát a lapátot el kell ásni konkrétan, ráhalmozni a földet, mert semmit nem lehet kint hagyni, mert elvisznek. A világítását, ugye ez egy viszonylag nagyobb terület, egy faiskola, a világítását, a búrákat, a csatlakozókat, rendesen ugye ez a erős áramú dobozok leszerelték, elvitték, minden hasonló. Tehát történt olyan, hogy olyan tulajdonos, akiről a többiek sejtették már, hogy nem egy tisztességes ember, rendesen napszámba dolgoztatta, aztán napszám után nem csak a napszámot kérte el, hanem az összes nála lévő pénzt, 80-90 éves ember, akit agybafőbe vertek. Tehát csak azért, mert nem adta oda a napszámon felül az összes többi pénzét, ami aznap nála volt. Ja, van már egy kicsit hasonló témájú fönn, azt is Lacival csináltuk, ami melyik városnak volt? Oroszlánynak volt a külső része, hasonló történet és hasonló jelenség, mint itt. De nagyon jó, hogyha bemutatjuk, hogy több ilyen is van. Egyrészt, másrészt meg a te pozitív szereped nagyon fontos. Tehát, hogy te felvetted a harcot az egész ellen, és hogy polgárőr lettél, szebbjövős lettél, közvetíted azt az üzenetet, hogy emeljük fel a fejünket, és vegyük vissza a hazánkat, ugye a bűnözőktől, meg a rázdáktól, is, meg a múltiktól, és a másik vonal. Ha már úgy veszük, tehát van saját település részén, akkor...